A debreceni állat és növénykertben vagyunk most, ő pedig itt Simon, az egy hónapos, vagyis hát most már majdnem 5 hetes mosómedvekölyök. Nemzetközileg Simon, tehát hogyha más kérdezi egyébként meg, ami érdekesség, hogy én Simon napján születtem, úgyhogy nekem ez azért is tetszett. 63 grammal született, úgy jobbnak láttuk kivenni, hogy több esélye legyen neki az életre. Folyamatos készenlét alapjáraton most már egy picivel könnyebb vele, mert a 3,5-4 órát is kibírja, úgy egy etetés után egy alvással, vagy ha éppen csak fent van és nem hangoskodik. Gyakorlatilag részint úgy működik teljesen, mint egy emberi csecsemő, tehát ugyanazokat a dolgokat kell vele csinálni. Azzal a különbséggel, hogy mindent, amit az édesanyja, tehát ugye mosdatni, az ürítés, tehát azokat helyette végezni kell, úgyhogy megetetni kell igazából ennyi. Macska tejpótlótápszert, és most már a 30 millit is megeszi. Mosómedve tejpótlótápszer nincs a piacon, és nálunk is már több kis állat nevelkedett fel. Ezen a tápon jónak bizonyult, úgyhogy ezzel kezdtük el. Ugye nulla napos korától, első napos korától fogva én nevelem. Tehát 3,5 millivel kezdtünk, őt ugye csupaszon, süketen, vakon született, mindenre meg kellett tanítani. Tehát kibírom azt, hogy a késő estéig nem alszok, akkor utána csak 2-szer kelek hozzá. Nekünk 6 felnőtt mosómedvénk van, ő a 7. Ahol ember van, ott megtelepszik, és kiválóan el is van ugye a kukafosztogatásból, meg ugye nagyon sokan házhoz is odafogadják, mert tehát egyébként egy jópofa kis állat, hogyha törődnek vele, meg hozzászokik az ember jelenlétéhez. Magyarországon is tehát invazív faj, úgyhogy nem is lehet tartani hobbi állatként sem, mert veszélyes a magyar őshonos fajokra. Nem neveltem még mosómedvét, de bakancslistás volt egy kis állatot felnevelni, úgyhogy akkor úgy néz ki, hogy ez most sikerült is. Kinyílt a szeme, de még látni nem látott. Most már én úgy érzékelem, hogy figyel, felismer, tehát még most kezdődik az a rész, amikor úgymond nyitott lesz a világra, mert eddig azzal volt elfoglalva, hogy életben maradjon, meg hogy növekedjen. Értelemszerűen még addig, amíg babaként működik, meg cumisztatni kell, tehát kifutóba esély nincs rá, hogy még az meg kell majd várni, hogy elérje azt az életkort. De ha keresik, akkor, és én is itt vagyok, és dolgozok, akkor megmutatjuk.